És már nem vagyok suliban, ma megyek 10-re körmöshöz, utána pedig megyek vezetni, és arra gondoltam, hogy megkérem az oktatómat, hogy csináljon rám egy-két felvételt, amikor vezetek, mert amúgy nagyon imádom az oktatómat, úgyhogy biztos amúgy, hogy majd csinálom rám egy-két felvételt. És így arra gondoltam, hogy csinálok nektek végre egy ilyen itthoni vlogot, ugyanis mostanában inkább kolis vagy sulis vlogokat csinálok, és lehet, hogy valaki azokat szereti, amikor itthon vagyok, úgyhogy most elkészültem, láthatjátok, hogy már reggeliztem. Felvettem a mai szettemet, amit amúgy szintén bemutattam, ez egy nagyon régi, 3 éves New Yorkeres kötött fehér pulcsi, alatta pedig egy H&M-es fekete trikó van, azt hiszem. Ezt most vettem a New Yorkerbe, amúgy soha nem szoktam New Yorkerbe vásárolni, de tényleg soha, mert nem szeretem a New Yorkeres cuccokat. A nadrágok, a farmerek nagyon gyorsan kinyúlnak, a pólók, trikók, felsők, bármi nagyon gyorsan kibolyhosodik, és talán ezt a nadrágot most csak azért vettem, mert le volt árazva, és nagyon olcsó volt. Úgyhogy megvettem ezt a nacit, és amúgy nagyon tetszik, csak majd át kell varratnom varronővel, mert XXS-es, és így is nagy rám, el sem hiszem. És nincs rajta övtartó, úgyhogy csak egy sima övet így felvettem hozzá, és azért vettem fel ezt a pulcsit, mert amúgy nagyon hideg van, és legalább annyira nem gáz, hogy ugye nincs rajta övtartó, és annyira nem feltűnő, vagy nem tudom. Úgyhogy most elkezdtem készülődni, megyek be majd körmözni Tündihez. Tündi pedig majd kijön értem az állomásra. Körülbelül 20 perc múlva fog indulni a vonatom, addig még gyorsan elmegyek fogat mosni, meg ilyesmi. Itt vagyok már Tündinél, csak ő most elment egy csomagot elintézni, úgyhogy beértem, és most elkezdünk majd körmözni, és vett nekem a kedvenc kajámból. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de imádom a sárkúton a hotdogot, annyira finom, és kaptam egyet, és úristen, nagyon boldog vagyok, úgyhogy már jól indul a napom. Ennél jobb nem is lehet. Körmözni vagyok, és a kedvenc kajámat eszem. Van az a pont, amikor én már azt mondanám, hogy kész vagyunk, de Tündi még azt mondja, hogy nem. Úgyhogy hova, mit, hova, hogy? Végül is amúgy oda mehet, hogy de akkor nem lesz üres a kis ujjam. Nem. Nem? Nem. Nem. Nem.
A nagyobbat teszek oda. Igen? Nem is látszódik. Azért. Ja, nem látszódik belőle semmi. De nem lesz már nagyon sok, hogy piros, meg leopárd, nem meg kő. Nem lesz sok, mert a kő is harmonizál a leopárdon. Komolyan? Nem. Akkor a kezem van így. Wow. Mennyi kavicsod van? Honnan szedted? Lementem már a Dunapartra egy kicsit. Hol a pók? Nincs itt amúgy. Nem látom. Végeztük a körvözéssel és beszálltunk a kocsiba és valahol... De milyen pók volt amúgy ilyen nagy? Nem áll. Azért akarom minden áron megtalálni. Nem lehet, hogy amúgy leesett a föl? De biztos látnánk. Szóval eltűnt valahova. A pók is nem találjuk. Szóval most látnám a táskát. Amúgy nincs a hajamba? Nincs, mert lefele esett. Fenekemen. Cipőmön. Valahol. Nincs. Ruhámba sincs. Most hogy kiesett? A szituáció amúgy annyi volt, hogy tűnt konkrétan kilökött a kocsiba, hogy menjek ki a kocsiba, hogy a pók ne legyen benne. Úgyhogy nagyon kedves körmösöm és nagynéném van egyben. Jó. Jó. Aztán majd hókörbe esetek, ha megint házukkal, akkor kilöknek. Ja, köszi, majd így kidobsz az autóba. Ja, amúgy ilyen lett a körmöm. Nekem tetszik. Elmentünk a Tesco-hoz. Már itt vagyok az oktatónál, de gyorsan elmondom, hogy mi történt eddig. Elmentünk boltba és vettem egy-két dolgot, mert régóta szerettem volna ilyen kis beauty blendert venni. És most találtam egyet ilyen pár száz forintért. Igazából nem tudom, hogy mi ez a márka, de tök jól néz ki. Meg vettem végre dobozokat a koliba. És nézzétek, ilyet is vettem, ez Halloween-re tök cuki, ilyen kis hajcsat, és ilyen kis ördögszarvas, úgyhogy tök jó. Úgyhogy most bement az oktatóm, elintézi nekem az igazolásokat. Itt van a kutyus, úgy imádom. Szia! Szia, de most ne gyere ide, de most... Ő ide leült. Szia! Szia, Lucy! Jaj! Ő végig itt szokott lenni velem, amikor vezetek. Úgyhogy igen, ő a kis társam, ő a kis vizsgabiztosom minden vezetésnél, és az lesz a taktikám, hogy amikor itt lesz a vizsgabiztos, akkor majd azt gondolom róla, hogy ő egy kiskutya, és semmi rosszat nem csinál, csak egy kiskutya. Szóval most majd elkezdjük a vezetést, utána hazamegyek vonattal, és elvileg este pedig megyünk moziba a többiekkel, úgyhogy tök jó lesz az estém is. Úgyhogy nagyon elmenben vagyok, vettem magamnak egy csokit, úgyhogy most amiatt is kicsit fel vagyok pörögve, viszont vizet azt nem vettem, pedig vehettem volna, de nem baj. Nem sokára elindulunk, aztán pedig majd megbeszélem az oktatómmal, csináljon rólam egy-két felvételt, amíg vezetek, hogy lássátok, hogy milyen is vagyok itt a Balán mögött. Hazaértem, és elfelejtettem szólni az oktatómnak, hogy csináljon felvételt, de holnap mindenképpen fogok neki szólni, ugyanis reggel 6-kor megyek vezetni, úgyhogy biztos simán nem fogom megvágni ezt a videót. Úgyhogy arra gondoltam, hogy holnap reggel is velem jöttök. Most már hazaértem, és hamizok. Nem tudom, mi ez a kaja. Anyom csinálta, jól néz ki, és finom. És közben pedig pont itt van Jurassic World-ös Netflix-es sorozatot nézek. Mert most már van ebből egy ilyen animációs sorozat, és van hozzá magyar szinkron is, úgyhogy mostanában ezt szoktam nézni. Mondtam, hogy moziba fogunk menni, de ez változott, mert végül étterembe megyünk, úgyhogy most elkezdek oda készülődni, mert elmentem hajat mosni, és úristen, én mindig nem készültem fel arra lelkileg, hogy én holnap reggel 5:30-kor kelljek, mert 5:30-kor megy be a vonatom, ahol ugye vezetek. Úristen, ezt meg kell mutatnom nektek. Nyár elején kaptam nagynénémtől egy Revolution palettát, és eddig nagyon soha nem használtam, mert úgy nem tudtam hova használni, nem mentem nagyon olyan helyre, de elképesztően imádom. És most egy olyan sminket csináltam, hogy el sem hiszem, hogy én csináltam. Igazából nem láttok semmit, mert műszempilla van rajtam, de... De... Ja, most lejött? Nem. Nagyon remélem, hogy látszódik a kamerában, itt ilyen arany, aztán pedig ilyen barna és fekete, és ugye van egy túlsfonalam, amiről igazából nem tudom, hogy szimmetrikus-e. Szimmetrikusnak tűnt, amikor megcsináltam, úgyhogy nagyon imádom ezt a sminket, szerintem soha többet nem fogok ilyen jót csinálni, de valahogy most ez így nagyon megtetszett, és nagyon örülök neki, hogy sikerült. Tudjátok, hogy nem szoktam sminkelni, igazából alapozó az így most sincs rajtam. Semmi nincs rajtam, csak egy kis korrektort tettem ide erre a pattimra, meg amik itt vannak, de semmi más nem tettem fel az arcomra, csak a szememet szeretem
szeretem kiemelni, ezért is tettem fel műszempillát, úgyhogy most jól is kivesem a hajamat, aztán pedig valami jó szettet előkerítek, és utána szerintem tanulni fogok, mert akkorán elkészültem. Na most értem haza, már éjfél lesz mindjárt, úgyhogy én igazából alszok is, és kb. 4,5 órát fogok aludni. Úgyhogy ja, és amúgy nagyon éreztem magam, úgyhogy örülök, hogy elmentem, csak valószínűleg nagyon nehezen fogok vala felkelni, úgyhogy el is köszönök, szóval reggel találkozunk. Nos, srácok, már elindultam, most már jövök ki a vonathoz, és amúgy viszonylag tök gyorsan ki fogok érni, úgyhogy lehet, még várnom is kell a vonatra, amit igazából nem bánok, mert legalább nem fogom lekésni. Kapkodom a kis lábamat, és sietek, mert nem szeretném lekésni. Ja, és amúgy elmúlt az eső, nem hiszitek el, reggel, amikor felkeltem, elkezdtem kajálni, amikor kb. 20 percet készültem el, nem nagyon adtam most magamra, elkezdett úgy szakadni az eső, azt hittem nagyon el fogok állni, de hála Istennek pont talált. Vezettünk már szerintem lassan egy órát, most eljöttük takkolni, és nagyon fáradt vagyok, és most valamit elrontottam, csak nem mondja el az oktatom, hogy micsoda, úgyhogy most várom a válaszát, hogy mit rontottam el, és majd most megkérem, hogy csináljon el egy-két felvételt, amíg itt vezetgetek. Amúgy tök jól megy ahhoz képest, hogy ennyire korán van. Egy picit fáradt vagyok, de... és már kezdek felparogni. Kávézünk. Ja, ez kamerám van most? Igen, most veszi a videón. De most nem is vezetek, wow! És már veszi is föl? Igen, elvileg benyomtam. Benyomtad? Igen, most veszi. Ez most nem látta senki. Úristen, 40-nál megyek, én a sebesség. Na srácok, amúgy nem sokára végzünk, már csak egy 20 percet vagyok körülbelül. Úgyhogy tök jól ment szerintem a vezetés. Még milyen hibáim vannak? A kanyarokat nem jól csinálom. Nagy évben, nem? Így van. Úgyhogy még azon javítani kell. Aztán meg az egyirányú utcát el kéne találni. Igen, az nem ártana. Úgyhogy majd jelentkezem, hogyha végeztünk. Wow. Jó a harmadik, mert csak 39-szer. Amúgy nincsenek lámpák, vagy ez így? Hát én nem, hát ez csak a gyalogos lámpák. Miért nem rakott ide lámpákat? Hát mert volt, csak elvették. Hát de miért? Mert csak föltartotta a forgalmat. De, hát amúgy sem lehet tartalma közlekedni, hogy teljesen mindig szerintem. Mindig is dolgóban. Most megyünk a vasútra. Először még fölmegy a nagy körforgalomhoz. Az új járműve Nadimnak. Wow, igen, tudod az a vasút, tudod a... Jaj, igen, a nagy vonatot már. Lassítsa. Második kijárat. Jó. Hú, de telifröskölnék itt valakit. Tudom, hogy mindig a bunyós pityót szeretnéd, de most azt a CD-t nem hoztam el. Jó, majd mikor? Hétfőn. Ezt nem is ismerem amúgy. Nem baj. Ja, majd megismerem. Ja, most csak megyünk egy kérdésre. Kérdésre, igen. Még gondos munkban jövök. De nem kell besorolnom, érdemem, most nem megyünk. Menjünk tovább. Igen? Igen, és majd a körforgalomból fogsz ki. Jó, de miért nem álltak ki? Menjél akkor itt, nekem úgy is jó. Még amúgy soha nem mennek, tudom, nem. Azt
végezzél. Tudod, hogy teljesen le kell lassítani. Igen? Hát nem tudtam. Ennyire így. Még is kell csak... Hova nézel? Hát oda is, meg ide is. Mindegyik. Igen, és hétvégén jövök 3 órára. Nem 3. Hát nem 3, de 3 órát veszetek. Így van. Egyetek talán. Na jó, látok ennyivel. Itt a leültetett autóban itt hogy fogok járni? Ja, sehogy mert nem jövök volna. Bárki mostanul vezetni, mondom neki, hogy egy ember 50 pontot ér. Kérhet akkor. Fölmegyünk majd. Oké. Okay. A piros autó, menjél még. A két piros autó közébe állsz. Ne menj neki. Nem megyek. Ez az. Vigyed lefelé az előtt. Viszont. Azt most megint ugyanezt kéne megcsinálni. Csinálja? Nem, most van hátóhely. Igen? Nézze hátra. Látom. Most így kell, hogy nem álljon a így van. Nézed a bal tükröt is. Csak a féket ne nyomj el. Nem nyomom a féket. Oké, okay. Úgy. És akkor nem, most vissza így. Most egyenesben van? Igen, engedjél egy kicsit. Úgy, és most tekered el. Még egy picit menjél még. Igen. Ez az. Ah, milyen jó magáltam. Nézzük a piros körmet. Oké. Okay. Azért, hogy kiveszed sebességből. Jó. Ez az. Ügyes volt. Közben hazaértem már, és elmentem fürödni, meg kajáltam, meg ilyesmi, és most van 9 óra. És húgamnak ugye csinálok egy meglepetés bulit, vagyis igazából tud róla, de hogy ilyen kis pizsama partit. Úgyhogy el is kezdek ma egy másik vlogot, szóval ezt le kell most itt zárnom. Nagyon örülök, hogy velem tartozatok eddig, és remélem tettek nektek ez a videó. És annyit elárulok még nektek, hogy lesz még egy hasonló videó. Ugyanis a forgalmi vizsgámról is szeretnék nektek csinálni majd egy kis vlogot, de az majd csak valamikor jövő héten fog kikerülni. Úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy tetszik nektek ez a videó. A következő videóban találkozunk, addig is puci a pacitokra, sziasztok!